Jó, szervusz igazgató úr, csücs be, üdvözöllek az AirTaxi-ban. Én is üdvözöllek. Szervusz. Szia. Kapcsolj, kérlek egy biztonságjövet, kérek egy úticélt, és már startolunk is. Szeretnék a pihenőparba kimenni az űrgemezőre. Már indulunk is. A napokban görgettem a Facebookot, és szembe jött velem egy nagyon jó kis programajánlótok, amiben azált, hogy nem egy, nem kettő, hanem egészen pontosan 3 napos lesz idén az augusztus 20-ai ünnepség sorozat csokor. Hogyan készültök, mindben készen áll a 19-ei rajtra? Tulajdonképpen igen. Hát, mint ismeretes, ugye a tavalyi évben kezdtük ezt a rendezvényt szervezni, csak pandémiás helyzet miatt nem sikerült ugye befejeznünk, és hát így egy kicsit az idei évben könnyebb dolgunk volt. Most felfrissítettük, és a tavalyról át irányított programokat már csak fixáltuk. Egy némi változtatással ugye a napokban belül volt egy kis változás. Tulajdonképpen a helyszínválasztás az abból az apropóból indult, itt a strand mögötti pihenő parkban található a szánkózó domb, legalábbis ugye így hívják a paksiak, és hát az első bemutatója, az ős bemutatója az István a királynak, ami a záró rendezvénye lesz a 3 napos sorozatunknak, az is Budapesten a szánkó dombon volt bemutatva, és akkor tulajdonképpen innen került képbe először a pihenőpark, illetve egy nagyon kellemes, gyönyörű szép helyszín. 19-én kezdődik a programsorozat. Mi lesz az első napon? Az első napon be is tudom mutatni, mert egészen véletlenül nálam van már a szórólap, amit a holnapi naptól kezdünk a város postaládáiba eljuttatni. 19-én gyermekprogrammal indítunk délután 4 órától már. Akkor gondoltatok a legkisebbekre is. Így van, sőt azt tudom mondani, hogy több 1000 négyzetméternyi felületen tudnak majd játszani. Itt vándorjátszótér, csillámtetoválás, arcfestés, lovagoltatás, lovaskocsikázás, íjászat, célbalövés, terepszegvély, eurobungee jumping, légvárak, mindenféle kiegészítő szolgáltatás lesz, amit leginkább ugye a gyerekeseket, illetve a gyermekeket érdekel, és akkor hát tulajdonképpen ennek a napnak a fő produkciója lesz a Neutron Familia, és előtte még másik 2 koncertet, a Veracruz és a Pécsi Kacaj zenekart lehet megtekinteni. Hát itt is próbáltunk ugye egy szélesebb palettát megmutatni, itt a népzenétől a retroig mindenféle stílusban. Aztán pedig majd következik 20-a. Aztán következik 20-a. Mi minden igen, lesz aznap? 10 órakor a nagy templom előtti placon lesz a kenyérszentelés, és ezt követően pedig felvonulunk vissza az űrgemezei pihenőparkba. Itt 3 órakor Berecki Zoltán fellépése, a Spencer Hill Magic Band, ők a Buzz Spencer, Terence Hill filmeknek a zeneit professzionális módon játsszák el nekünk. Aztán utána a Tűzvirágtánc együttes, Nem az a lány és a Bagashi Brothers Company fog zenélni nekünk. Emellett természetesen a gyerekeknek szánt kísérő programok szinte ugyanilyen változatossággal, mint az előbb említett módon, némi változtatással, de egész délután 3 órától este 8-ig várja a kilátogatókat. És hogyha a 20-ai koncerteket valamelyest sikerül kipihenni, akkor még 21-én is várja az érdeklődőket a program. Ez így van, 21-én pedig az említett István a király rockopera lesz a Porondon, Feke Pál produkcióját lehet itt megnézni. Ugyan nem sokan kapják meg most már a lehetőséget arra, hogy az István a királyt színpadra állítsák. Ebből az egyik legkiemelkedőbb a Feke Pál féle produkció. Előtte
lesz egy kis bemelegítés, ahol kolléganőtök Weller B. Hanna és Hess Ádám kimondottan erre az alkalomra készül egy kis bemelegítéssel, és este 22 óra 30 perckor pedig egy lézersóval fogjuk zárni a rendezvényt. Tehát akkor nem tűzijáték lesz, így hanem lézersó. Így van, így van, így van. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Azt gondolom, hogy színes és bőséges program lesz. Emellett természetesen egy olyan vásárteret is igyekeztünk összerakni, ahol az étel, ital fogyasztást tudjuk biztosítani. Közel 30 stand természetesen itt a kézműves termékektől, többek közt kézműves sajtok, kézműves sörök, és mindenféle büfé szolgáltatással várjuk az érdeklődőket. Természetesen lesznek olyan vásári termékek is, amiket meg lehet vásárolni. Mennyire borítékolható így előjáróban a siker, tudva azt, hogy ha nem kell sokat visszanyúlni az időbe, de nem lehetett egy jó darabig programokat tartani, tehát azért a lakosság, az érdeklődők már biztos, hogy várják, főleg az ilyen nagyobb nevűeket, a nagyobb már azért készültetek sztárokkal is, ahogy hallhattuk az előbb. Hát bízunk benne, hogy siker lesz. A retro vonalat ugye a Neoton képviseli, a mainstreamet a Bagosi Brothers, és a kvázi klasszikust pedig az István a Király, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja a számára izgalmas programot a körforgónál elhelyezett hirdető Molinónkon, pedig egy játékot hirdettünk, amit a Facebookon javaslom, hogy keressenek rá és játszanak velünk. Hát én sok játékost kívánok, és sok érdeklődőt a programsorozatra. Igazgató, ez volt az első utad az eltaxival. Így van. Jelzi ez azt, hogy fontos számodra a környezetvédelem? Maximálisan, amint lehet, azt én megteszek érte a szelektív személygyűjtéstől kezdve a környezetvédelemért mindent. Köszönjük szépen, hogy az eltaxit választottad, és sok érdeklődőt kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Viszontlátásra. Szervusz.